Köszöntelek benneteket a csatornámon. Örülök, hogy kiválasztottátok a videómat. Hétvégi szerelmi jóslás február 7-éig. Ezeken a képeken ott bal oldalon látható az, hogy mi történik pénteken. A felső kártya az jelenti a központi témát. Vegyétek kezetekbe ezt a kulcsot, ez utal önbizalomra. Legyetek erősek és bátrak. Ezzel a kulccsal ki lehet nyitni egy ajtót, és utal nyitottságra. Olyan kapcsolatokra, ami jót tesz nektek. Viszont ezzel a kulccsal egy ajtót le is lehet zárni, mert ha nehézségek vannak, viták, veszekedések, akkor húzódjatok vissza, és csukjátok be az ajtót ezek előtt, az emberek előtt. Ez a torony utal ezekre a nehézségekre, mert fogva érzitek magatokat. Vannak bizonytalanságok vagy félelmek, féltek nemet mondani, vagy ezt kifejezni, hogy ti ezt a kapcsolatot nem akarjátok a továbbiakban ápolni. A kasza azt jelenti, hogy fontos lenne ezektől a kapcsolatoktól elbúcsúzni. A kasza jelenti azt is, hogy tegyétek át magatokat a bizonytalanságokon, a félelmeken, mert az is fogva tarthat titeket ebben a toronyban. Mert ez olyan, mint egy börtön, ahol keresünk egy kiutat. Ez a torony lehet egy hivatalos ügy is, ami most lezáródik és becsukódik ez az ajtó. És most megtekintjük azt, mi várható a szombati napon. Ez a fa ott felül természetesen utalhat a természetre. Egy parkra, vagy erdőre, egy kimozdulásra, egy kirándulásra, holott most nem tudunk úgy mozogni, ahogy szeretnénk, mert vannak most ezek a korlátozások. A fa azt is jelenti, hogy kell egy hely, ahol mi úgy érezzük, igen, itt le tudok gyökerezni. Ez lehet egy hivatás, vagy a lakhely, de lehet egy párkapcsolat is. Amit még ez a fa jelent, az egészségügyi témákat. És ez áll most mindenütt a középpontban, ez a koronavírus. A fa alatt ott van a könyv, ami arra utal, hogy sok minden nem derült ki, hogy végül is itt miről van szó. De én azt ajánlanám, hogy ne foglalkozzunk túl sokat ezzel a témával, hanem tereljük el a figyelmünket egy olyan területre, ami bennünk boldoggá tesz. Vagy ahol nevetni tudunk, és ezt ne adjuk fel. A könyv utalhat tudásra, továbbképzésre is, és ez a levél jelentheti a híreket, de egy szerződést is. Sokaknál lehet ez a továbbképzés az egészségügyi területen, vagy mint gyógyász, így a hivatást élni. Ami a párkapcsolatot illeti, lesz egy hír, és ez a fa jelenti azt, hogy igen, itt le tudtok most gyökerezni. Most megtekintjük azt, mi történik a vasárnapi napon. A vasárnapi napon a szív, tehát a szeretet és a szerelem áll a középpontban. A szív alatt látható ez a lovas férfi, ami a mozgásra utal.
tehát itt lesznek események. A lovas férfi mellett ott van ez a kereszt, ez utalhat vallási témákra, a hitünkre, de azt is jelenti, hogy ott vagyunk az élet útunkon ennél a kereszteződésnél, amikor sors utak kereszteződnek. Ez utalhat egy kármikus szerelmi kapcsolatra, mély érzelmekkel. Ez a kombináció azt is jelentheti a vasárnapi napon, akik egyedül vannak, most megvan arra a lehetőség, hogy megismerkedjenek valakivel. És ez volt a hétvégi szerelmi jóslásom. És ez volt a videóm, köszönöm figyelmeteket, viszont hallásra!